Nemzetek konyhája 2023 Kapuvár. Kérlek, mutatkozzál be! Mi már jól ismerünk, de nézők nem. Még egyszer, Bódis Robert, mi Szlovákiából érkeztünk légközségéről, és meghívást fontoltunk a Nemzetek konyhájába, már abból a feltételből, hogy a tavalyi gulyásunk, amit te is láttál, és most őszintén a színe egy és ugyanaz, vagy pedig nem az? Nem, ebben nincs annyi paradicsom szerintem. Nincs benne annyi paradicsom? Annyi, úgy tűnik. Nincsen benne annyi paradicsom? Annyi. Nincs. Azért, mert a hús 3 kilóval több volt. Aha. No, és bizonyosan, igen, a bizonyos részen áll benne a paradicsom szósz. Igen. Ajvar. Igen. Annak volt a alapanyaga, de amúgy lássuk, szépen eltűnt a mesterjén a hálózat. Strapacskát, ezt már remélem hallottatok már róla. Igen. Ez így készül a tésztánk. Ebben van a krumpli, ugye? Víz, só és a liszt. Mostan víz is van benne? Hát amivel összekeverjük. Ja, értem. Ja. Igen. Hozzátesszük egy bizonyos részre a szalonnát, ami meg van pirítva. Igen. És a juktúrót. A juktúró, ez áll tejfölből. Igen. És lyuk. Lyuk túróban. Igen. Ja, igen. Így igen. Össze van keverve. Jó. Tessék az ízét egy picinkót a szája hegyére venni, mert ezt egy különleges módon, ezt a lyuk túrót, már a illata és a ízvilág abban a... Nagyon finom. Nagyon finom. Na. Nagyon finom. Úgyhogy majd csinálunk egy adagot, és akkor megkóstolod, Szofikám. Jövünk vissza, igen. Jó, és akkor ehhez tartsd magadat, hogy minden egyes dolognak megvan a saját határa, meddig működik minden. Igen, hogyha, így van. Én szerintem, hogyha tavaly is jól működött, mert visszahívtak minket, akkor így hát lett. Hát persze, így van. Így. Jogos a dolog. Na úgyhogy most itt vagyunk, de egy kis meglepetéssel is jöttünk, mert most ma lesznek díjazva a versenyzők. Igen? Igen. Díjazva. Hát adtok díjat is. Ezek hoztunk szerint. Díjat, igen. Hoztatok díjat. Nagyszerű. És ki dönti el, hogy ki mit kap, te? Figyelj ide, a hagyományőrzők, akkor a fiatalság, amikor hozzáérintkezik ehhez, úgy, mint a kisfiam is, ő is szeret dolgozni ezzel a instrumentállal, mert velünk van kiskorától kezdve, és vannak itt vidám csapatok, több csapatok. Most egy új csapat érkezett, a Kopasz és a Bandájó például. Igen. Akkor itt vannak a Magyar Földművesek Hódmezővásárról, a Bihácsi Laci. Bihácsi Laci bácsi, élvezett velük itt lenni. Jövök akkor a Szárföldiek itt vannak, a németék. Megjön akkor a hozzá, Himódi Bicskósok is itt vannak. Igen. Gyerekek, hát itt élvezett lenni. Ettől jobb eseményt hát igen. Nem tudott más kitalálni, mint a Magyar Laci. És egyik legjobb. És nagyon örülök annak, hogy tavaly ez a rendezvény bekerült a Magyar Guinness ételek rekordjába. Igen? Igen. Erre nem is tudok? Dehogy is nem. Tudok? Igen. Tudunk róla? Tudunk róla. Igen. Ja, igen, no. Tényleg. Igen. Úgyhogy ez... Köszönöm szépen, hogy ellátogattatok ide hozzánk. Mi köszönjük, hogy ellátogattatok. Nagyon örülök, és remélem a Csípős Ételek Fesztiválján ott vagy. Én ott vagyok, csak remélem, hogy jó is leszek. Én már tiszta stresszben vagyok egyébként. Nem kell stresszelni, mert a stressz dolog az már nem jó dolog. De én úgy szeretem. Van. Én úgy szeretem. Hát mindegyik. Mindenki, tudod? Nem? Mert nem tudja, hogy mi van rá, jó, és mostan sok nép körülöttünk, tudod, és akkor kihozzuk magunkat, mert ha jó kedvben van, sokat csinál egy embernek. Tudod? Hogyne. Köszöntünk. Gyere, drágám, nagyon jól fogjuk egymás mellett érezni magunkat. Szomszédokról is függ, hogy milyenek, tudod? Igen. És akkor így összhangbadjon a csapat. Mert igen. Nálunk ugye mindegyik megtalálja saját magát, már abból a feltételből is, hogy jönnek a szerbek, románok, horvátok, lengyelek, csehek, osztrákok, németek, Svájcból is jönnek fel versenyzők. Azt a mindenit. Ukrajnából is jönnek versenyzők, mert a kisfiammal jár egy ukrán gyerek, és megkértem a szüleit, hogy azt mondja, elhozzák a ukrán ételt is mi hozzánk, és akkor fognak versenyezni ők is. Nagyon, nagyon örülünk amúgy. Én is örülök na. Neki nagyon. Remélem, ha idő várom. Jól fog sikerülni. Én is remélem. Köszönöm köszönjük szépen. Szia, drágám. Kérem, mutatkozzon be. Én tudom, hogy ki jön, de nézők nem nagyon. Én Bihacsi László vagyok, Hódmezővásárhelyről érkeztünk.
meghívásra, úgyhogy próbálunk ezen a nemzetek konyháján részt venni, az Alföldet, tehát az Alföldet próbáljuk képviselni. Most nem igazán a tájjellegű étellel, úgy vagyunk, mint a fodrászok, hozott anyagból dolgoztunk, tehát amit kaptunk, azt csináljuk. Tehát és mi készült ma? Egy csülkös pacal. És már nincsen? Van még. Jaj, megjövök vissza. Maguk készítették a csülkös pacalt. Igen. Nagyszerű. Hát ugye nem a, hogy mondjam, nem az én stílusom szerint kezdődött, de azért befejezése csak az volt, hogy... Hogy készül? Hát előfőzött volt a pacal, ugye az volt nekem a legnagyobb problémám vele. Igen? Igen, mert tehát nagyon vigyázni kell vele, mert az előfőzött pacalnak általában 30-40 perc főzésidő itt a helyszínen elég, és ha nem vigyáz az ember, akkor szétesik. Ja. De viszont ugye hátránya az előfőzött pacalnak, hogy az összes ilyen kollagén anyagok azok mind az előfőzés következtében kifőnek és ott maradnak. Igen. Tehát itt úgymond pótolni kellett, csülköt adtak. Az se az igazán jó bele, mert úgy sikerült a kapott anyag, ugye, hogy 50-50%, tehát idézőjelben normális körülmények között ugye 70-30-ba szoktuk. 70 a pacal és 30 a külső anyag, tehát úgynevezett csülök, vagy köröm, bőrke, kimi. Ugye a legjobb, legideálisabb volna a faszni volna a marha lábszárnak az in része. Az volna a legideálisabb hozzá, mint kollagén ragasztóanyag. Én tanulok közben, figyelek, összerakom. Igen, ugye valakik sokan bőrrel helyettesítik ezt a dolgot, de az is jó. Csak a kopasztott bőrnek nem egy olyan jó íze van, mint egy jó házi pörzsölt bőrnek. Kertésbőrnek. Az más, igaz. Azért én mekkor fogom kóstolni, vissza fogok jönni, és végeztem. Nyugodtan. Mert ezért erre fentem a fogamat, az igazság otthonról. Igen, nem és ugye füstölcsülök is volt bele, ugye sokan nem tesznek bele, és én nagyon szeretek, de amit adtak, ugye be kell dolgozni, kész. Hát fodrász is bedolgozza, amit visznek neki. Igen, de azért beletette szívét, lelkét. Próbálkoztunk vele, igen. Biztos vagyok benne, finom lesz. Igen. Én tavaly is nagyon szerettem, amit csinált. Igen. Úgyhogy nekem az teljesen jó lett. Ez is biztos jó lesz. Igen. Na, és akkor vannak még versenyek, vagy már csak inkább zsűrizik? Nem, mind a kettő. Tehát versenyeken most két hete Szlovéniában voltunk itt. Kárpát-medencei halfőző bajnokságon. Igen? Igen. Szóval sikerült egy ezüst minősítést elérni. Gratulálok. Gratulálok, az nagyon-nagyon szép. Azért biztos sokan voltak. 20-valány csapat volt, és ugye ott az a, hogy mondjam, pikantériája az egésznek, hogy ugye rengeteg tájegység, tehát volt dunai, volt tiszai, körösvidéki, tehát Dráva menti, tehát a különböző tájegységnek, és ugye azért feladta a zsűrinek a leckét azt, hogy ki mit főz, tehát ugye abból kellett kiválasztani, tehát mert amikor egy egységes dologból kell választani, akkor nincs olyan probléma, amikor van 150 birkapörkölt, ugye abból kiválasztani a jót. Hát igen. De igen. Tehát itt ugye különböző haltípusok, hallétípusokkal, ugye más, mint tájnak minden más, a ízlése, ízvilága, szokásai. Mint zsűrizőnek, rendszeres zsűrizőnek, hát kérdezem meg, olyankor mi van, mikor másféle ételeket főznek az emberek? Nagyon nehéz, ha nincs kiírva, nagyon nehéz kiválasztani, mert ugye... Mit vesznek figyelembe olyankor? Hát legelőször is az ízvilágot, akkor ha van olyan, úgy van, akkor a tálalás is. Igen. Mert nagyon sok helyen van, tehát már a tálalás nem eszkuzálják, hanem egységesen mindenki egy ilyen plastik tányért kap, és abba kell bevinni a mintát, így kizárásos, ugye nem lehetne, én is azért nagyon sok helyre járok, én már kilométerekről tudom, hogy ez kinek a tálalása, tehát annyira is. Aha, értem. És ugye ja, hogy így a erőteljesen megy a vakzsűrizés,
amit én preferálok nagyon. Hát fogalmunk nincs, hogy ki. Akkor tudjuk, mikor a borítékot felbontjuk a végén. Még a szervezők se tudják, hogy ki. Az nagyon jó. Ez az én szívem csücske egyébként, teljes mértékben. Ennyi is. Tehát nincs kizárás. Tehát nincs sógor, koma, jó barát. Ugye ráadásul most már mind bevezettük azt a szabadtúri lovaglennél, hogy akinek családtagja, vagy régi csapattársa, vagy bármilyen rokoni, vagy bármilyen kapcsolatban van, az, ha versenyez, akkor viszont nem vehet részt a zsűri munkába, vagy a zsűri munkába részt vesz, és akkor nem versenyez. Értem. Hát tudom, én alapból úgy szoktam, mikor főz, akkor kizárom már kapásból. Nagyszerű. Meosztatja, megkóstoljuk, de sajnos nem értékeljük, csak helyet is nem ér el. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, mert tekinthettünk itt a kulisszatitkokba egy kicsikét, és hát nagyon sok egészséget kívánok, és találkozunk jövőre is. Persze, ugyanígy. Fertőzön is találkozunk, de csak hát, mi vagy, vendégként. Vagy jöjjön zsűrizzen megint majd a Pöllér Máj Fesztiválon legalább. Az igen, elvileg tervezve van. Ráadásul most nagy duranás lesz, még valamit ki akarunk majd találni. Igen? Igen, hát ugye ez kerek szám lesz most. Ja, most tényleg kerek szám lesz idén. Így, hogy a jövőre. Igen, úgyhogy a polgármesterül már gondolkozik rá, hogy mit találjunk ki. Valamit majd kitalálunk, hát, hogy jó legyen. Jó, vagy Guinness rekordot, vagy valamit. Húha, az is jó lenne tényleg, olyanban részt venni. Hát igen. Már egyébként ez is majdnem egy Guinness, én szerintem, hogy hát tulajdonképpen egy Böllér Májról beszélünk, és ennyi ember jön el. Igen, tehát egy helyen, egy időben azért annyi csapat és egyforma kaját csinál. Ezt nyugodtan lehetne belőle Guinness rekordot csinálni, csak hát ugye le kell papírozni, le kell játszani, ki kell fizetni azt a 250 fontot, hogy igen, belekerüljön a... Igen. És utána még van rá esély, hogy bele is kerül a könyvbe. Tehát. Igen. Hát tényleg nagyon szépen köszönjük, és várjuk visszavonókat jövőre is. Üdvözöllek, megkérdeztem, hogy honnan jöttetek? Szép jó napot kívánok. Hát valójában Himódról vagyunk. Ugye én Isten igazából Erdélyből származom, de itt élek Himódon. Gyergyószem Miklósról vagyok, Hargita megyéből. Hargita megyéről. És hát így összeálltunk már most már 4 éve lassan összeálltam ugye a Himódi, akkor eljárunk főzőcskézni több helyre. Mai napon készítettünk egy tárkonyos sertés tokányt. Okay. És hát ugye krumplival volt előtt kiszolgálva, most már a vége fele, már csak a kenyér. Azt is nagyon jó ki lehet használni, mártogatni. Értem. És te itt élsz, vagy? Itt élek Himódon. Itt vagyis már Himódon. Így van, már így van. Nem hallom a hangodon ezt a tűzfényt hát beszélni, vagy nem? Már annyira nem. Már 17 éve kint vagyok Magyarországon, 17 éve kijöttem. Hát van azért egy-két olyan akcentusom, amin még esetleg észre lehet venni, azért észreveszik, de nem sokan veszik már észre. Már azért átállt az akcentusom azért nagyon sokat. És együtt jártok versenyezni is? Igen, voltunk versenyeken is, részt szoktunk venni általában. Igen? És hát decemberben részt vettünk például ezen a Szeretett Konyhán. Ott. Jó, és te... ez a szakmát, vagy? Valójában pincérszakáccsal kezdtem az iskolát, és utána, hát ugye még milyen ilyen tinédzser kamaszkorban voltam, barátok ezek hát ott hagytuk 10. után, és elmentünk autós, autóvillamossági suliba, autószerelőnek, aztán csak azért, mert hát na fiúk milyenek voltak, hogy lányok mentek autószerelő szakmára, hát menjünk át, nézzük meg, hogy milyen ez az. De lányok autószerel, aztán azért mentünk át. Értem. Oda. Valójában értem. Valamilyen szinten így... Hát akkor ez inkább csak egy hobbi. Igen. Inkább igen, hobbi, igen. Meg hát kívánom is kell. A hobbi, de én azért az embernek, hogyha egy kicsit a szívét, lelkét nem teszi oda, akkor... Ugye azért mentek az... Dövejre? Igen, a tudomásom szerint igen, úgy tudom, hogy a hövei napokon is részt fogunk venni. Reméljük. Hát sok sikert kívánok továbbra is. Nagyon szépen köszönjük. És majd jövünk megkóstolni. Csak most még először riportot csinálunk. Köszönöm szépen, és jöttek jövőre is. Remélem. Szívesen látunk. Köszönöm. Beleteket. További szép és kellemes napot. Üdvözlöm. Hát kérdezem meg, honnan jöttek és szép mit képviselnek? Kívánom.
Szűcs Gábor vagyok, kopasz és bandája. Igen. Mosómagyaróvárról érkeztünk. Most vannak itt először? Visszajáró vendégek vagyunk, mert a Bőrémáj Fesztiválra is járunk rendszeresen. Oda is járnak rendszeresen. Nagyszerű. És mit főztek? Török ételt? Ahogy látom, hogy a török... Füstölt csülökre ültetett szárma. Igen. Ha valaki nem tudja, úgymond a szárma a káposztát jelent a török szóban. Úgymond füstölt csülökre ültetett töltött káposzta. Igen. És amit nem jeleztük, de... most már azt mondom, hogy szinte nincs is belőle, az pedig az Ági néni rafinált baraszkos gombóca. Hát egyet tegyenek nekem félre, egy szemet, azt a rafináltságot megoldjuk. Meg kell kérdezni, vagy éreznem, a rafináltságot nem lehet elmondani sajnos belőle, mert a minden szakásnak mindenkinek van egy kis titka. Persze, az így van, bár én egy kicsit azért... ezzel másképp állok, de egyébként nyilvánvalóan mindenki tesz bele a sajátjából, ha van egy alaprecept, mert alapreceptnek kell. Mindenki tesz bele a sajátjából, nem? Valami kis sajátot is kell belerakni, meg bele kell tenni az embernek a szívét, úgy, mint a saját magának főzne. Így van. És akkor biztos, hogy ízleni fog a vendégeknek is az étel. És hát kérdezem, hogy sertéshús vagy marhahús? Sertéshúsból csináltuk, abból kaptunk alapanyagot, és abból készítettük ezt a... És ez most úgy van, hogy a csülökön találták le, vagy a csülökre magára van rá rakva a káposzta? Nem, a csülköt azt... hivatalosan úgy van a megoldása, hogy füstölcsülök középre be az üstbe, és akkor szépen körbe rakjuk gombóccal, amikor elérünk a tetejére, még egy csülköt, megint körbe rakjuk gombóccal. De hogy könnyebb legyen a megoldás így a tömegnek, igen? Meg a sok fogyasztó vendégnek, akik jönnek, megoldottuk úgy, hogy hentes létemre a csülköt ledarabolom, szeletekbe rakom, és akkor a káposztába rétegek közé pakolom bele szépen szeletelve a füstölt csülköt, és akkor ahogy megyek lefele a sorokon, úgy mindig tudok kiszedni csülköt is, meg gombócot is, és nincs az, hogy valaki nem kap ilyet, vagy valaki nem kap olyat. Értem, nagyon jó megoldás egyébként, és a káposzta, azt tudjuk, a gombócos káposzta, vagy a töltött káposzta, az 600 millió féleképpen készül. Hát ez is egy fajtája. Igen. Üzenem azoknak, akik mindig beírnak, hogy ezt nem így kell csinálni, hanem amúgy kell csinálni. Mindig van valami ahány ház, másik, annyi szokás. Annyi szokás. Meg hát egyébként is tájjellegben is vannak eltérések. De attól az még töltött káposzta, igaz? Igen. Nagyon szépen köszönöm, és várjuk vissza jövőre is önöket. Igyekszünk itt lenni. És jövünk mi is jövőre, jó? Köszönöm rendben, szépen. Reméljük találkozunk. Várj, szép napot kívánok. Üdvözlöm. Kit köszönhetek az ön személyében? A Jánosom egy német önkormányzat főz jelen pillanatban. Venesz József Károly vagyok, az elnök helyettes. És kettősségben vagyunk itt, mert van egy úgynevezett Szent Jánosi Német Kolbászkák című kis egyesületünk, igen, akikkel végül is járjuk a világot, de mivel, hogy német nemzetiségiek vagyunk, ezért a német önkormányzatnak is kapcsolattal vagyunk, és ennek az égisze alatt vagyunk itt, illetve mint a szabadtúzi lovaglend lovagja, megkaptuk a meghívást itt Laci barátomtól, és egy sváb savanyú májlevest készítettünk ecetes tormával. Wow, ez érdekes. Ez egy ételkülönlegesség, tehát ez egy ételkülönlegesség, amely hasonlít egy kicsit a magyar gulyáshoz, de mégsem. Gulyás. Disznóhús van benne, akkor máj, sertésmáj, ugye alapvetően mi, ahogy májlevesről beszélünk, illetve zöldségek vannak benne, sárgalépa, fehérrépa és krumpli burgonya. Van benne egy kis habarás is, tehát tejföl, igen. Uh-huh. Igen, jó. Körülbelül így készül ez az étel. Nagyon szoktak versenyekre is járni? Járunk, igen, több helyre. És akkor az hát, sok siker? Vannak, igen, kolbászversenyekre, fesztiválokra járunk, nyertünk Mosonmagyaróváron is, tehát több helyen megfordultunk. Voltak a Bőrémáj Fesztiválon is? Az idén nem, de minden éven járunk, igen, úgyhogy... Igen. Régi kapcsolatunk van a kapuváriakkal, az ízvadászokkal, úgyhogy hál' Istennek akkor ilyen terület. És akkor szeretik ezt természetesen csinálni. Természetesen, ezért is csináljuk. Hát én további sok sikert kívánok, és talán köszönjük. Találkozunk jövőre is. Biztos, hogy találkozunk. Köszönjük, hasonló jót. Nem mutatni Magyar Lászlót, aki ennek az egésznek a szervezője, megálmodója, létrehozója. Kérem, meséljen, hogy... Ugye most második alkalommal van ez a rendezvény. A tavalyi évben vetődött fel, hogy mi lenne, ha egy ilyen rendezvényt meg tudnánk valósítani. Ugye a polgármester úrral közösen
ötletük ezt a gondolatot, és hála Istennek, hogy tavaly is, az idén is sikerült rá a Betlen Gábor alapítványtól egy kis pályázati pénzt szerezni, és ugye a polgármesterünk meg a helyi önkormányzatnak a résztvevő ugye kiegészítette, és azért tudtuk ugye megszervezni így ezt a rendezvényt. Ugye már a csapatnak a gerince adott volt, hiszen tavaly már itt a csapatnak a javarésze, ők voltak itt. Most kevesebb pénzből tudtunk azért gazdálkodni, azért tehát olyan messziről, mint például Szerbiából nem tudtunk csapatot hívni, de bár ugye ők azért a, őnek az úti költségük is ugye... Több, hát igen, más időket élünk más, már idén nagyon, is, nagyon, mint nagyon, nagyon sokra rúgna. De viszont arra vigyáztunk, hogy a csapatoknak a 90%-a mind olyan nemzetiségét tehát csinál, aminek köze van ahhoz a nemzethez, amit csinál. Ugye az erdélyi is, itt a srác erdélyi, akkor a svábok is, ugye a svábok, szóval a tanulsági horvát, szóval a Rubinek szlovák, szóval azért próbáltunk úgy összehozni. Aki nem, mint ugye jó magam is tájétát csináltunk, ugye most már az interneten is és különböző oldalakon ugye fel lehet állni csodálatos recepteket. Most én konkrétan itt el is mondtam, hogy van egy ismerősöm, a Hargitai György, aki ilyen különböző ételeket is csinál, és az ő receptje alapján csinálom ezt az ételt, ezt a tájételt, amit most éppen csinálunk. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy itt a közönség az most is értékel, úgy nézem, már sokan jönnek, ugye most is, sőt most már kapcsolatokat sikerült kiépíteni olyan szinten, hogy éppen most volt egy délelőtt egy házaspár, akik már most bejelentkeztek például Urai Újfaluból a jövő évi Böllén Máj Fesztiválunkra, ugye kapcsolatteremtő szándékkal, és jó az a kis rendezvény, és hát bízom abban, hogy ha egyszer ilyen sikeres, akkor a jövőben is majd támogatásra találunk, és akkor nem az utolsó, abban bizony. Hát nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánok továbbra is mindenhez, amit csinál köszönjük. László, úgyhogy hát jövőre ugyanitt egészségben, hát, okosságban mindenkivel találkozunk. Köszönjük szépen! Köszönöm, én is köszönöm!